indokolni, miért kiegészíteném az irodalmi művészeti élet szereplőjével. Őket is érdemes megkérdezni arról, hogy hogyan látják a mai nyelvállapotát. Írókat, költőket, színészeket, akiknek a nyelvtudása és a nyelvvel való bánásmódja mindenféleképpen meghatározó. És még egy területet hiányolok ebből a listából, az oktatási intézményeket. Tehát, hogyha tudni akarjuk, hogy milyen nyelvi jelenségek tapasztalhatók, akkor érdemes a különböző korosztályoknak a nyelvhasználatát is megvizsgálni. A gyerekeknek a nyelvi szokásait, nyelvi fordulatait, a kamaszokét, és így egészen akár a felsőoktatási intézményekig elmenve. Úgy gondolom, nem vitatom az egyházak szerepét ebben a feladatsorban, szó nincs róla, de talán a nyelvhasználathoz az általat említett intézményeknek, szereplőknek, embereknek van köze, és érdemes kikérni a véleményüket, hogy ők hogyan látják a mai magyar nyelvállapotát. Tehát zárásképpen csak annyit szeretnék mondani, hogy a Lehet más a politika természetesen támogatni fogja ezt a határozati javaslatot, de én óvnék a kánongyártó hevülettől, és óvnék a kényszerítő megoldásoktól is. Nem látnék helyesnek semmilyen olyan megoldást, ami kényszerek hatására várna javulást, akár a nyelvhasználatban. A kánongyártás és a kényszerítés helyett szabatos megfogalmazásokat ajánlok, odafigyelést és érzékenységet, és nyitottságot is ajánlok még, akár a nyelv változásai iránt is. Csak egyetlen pici példa, elhangzott, nem mondok most nevet, de éppen az egyik hozzászólásban hangzott el, hogy óvakodjunk a különböző külföldi nyelvi, idegen nyelvi hatásoktól, a sok ócska szlengtől. Ugye látszik, hogy itt azért már zavarban van a nyelvhasználat, ugye ócska fordulat, stb. Tehát nem szabad ebben az esetben túlzottan rigorózusnak lenni. A nyelv az folyamatosan fejlődik, változik. Természetesen azok a jelenségekre fel kell hívni a figyelmet, amelyek valóban károsak. És hát fölhívnám a példamutatásra is a figyelmet, a közbeszédnek az állapotára, minőségére, és mindazoknak a megnyilvánulásaira, akikre nagyon sokan odafigyelnek már csak a közszereplői mi voltuk miatt is. És a központozási hibák és az apró elütések, elírásokkal kapcsolatban csak annyit, hogy beadtam ezzel kapcsolatban valóban én is módosult indítványokat, de most nem tartanám elegánsnak, hogyha hosszasan kitérnék erre. Köszönöm szépen, és támogatni fogjuk a javaslatot. Két perces hozzászólás, Páfi István képviselő, KDNP. Köszönöm szépen, elnök úr. Azért kértem szót, mert a 2010. évi 42. törvény, amely a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szól, az első paragrafusában ugye az F pontban említi a Nemzeti Erőforrás Minisztériumot. Amikor ezek megnevezésre kerültek, ehhez nyelvi szakvélemény készült. Ez a nyelvi szakvélemény azt állapította meg, hogy Nemzeti Erőforrás Minisztérium, három szóban ennek a pontos megnevezése, innentől kezdve annak a miniszternek a képzése ezen szabályok alapján következik, tehát ez a nyelv ebben a pillanatban, és ezzel kialakult ennek a helyes írási formája. Azért mondom Novák előtt képviselőtársamnak, mert ugye különböző verziók vannak, a belügyminisztérium és a külügyminisztérium, az egy szó, a honvédelmi minisztérium két szó, megint más, hogyha és van egy minisztérium megnevezésében, mint a közigazgatás és igazságügyi minisztérium, és megint más az, hogyha három szóban van, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, ezért egy elbírálás alá esik. Vagyis ugyanúgy, ahogy Nemzeti Fejlesztési Minisztert képzünk, ugyanúgy Nemzeti Erőforrás Minisztert képzünk. Köszönöm szépen. Nyikos László képviselő következik, Jobbik. Köszönöm szépen, elnök úr. Engem Pálfi képviselőtársamnak a normál hozzászólása ihletett arra a kezdő gondolatra, hogy idézte a Tihanyi Apátság alapító levelét, én meg idézhetném a Ó Magyar Mária síralmat, amikor itt szembenézek a kormánypárti frakciók üres székhelyeivel. Azt hiszem hatan vannak összesen bent, és egy szunyókáló államtitkár tiszteli meg itt meg a gondolatainkat.
Hát azért a magyar nyelv az érték, az fontos, az alaptörvényben is benne van a magyar nyelv védelme, talán több figyelmet érdemelne, nem csak a Jobbik frakciója részéről. Sajnálom, hogy a miniszter úr elment, mert szerettem volna megdicsérni, ritkán teszem ezt, amikor a kormány valamilyen törvénytervezettel vagy más javaslattal áll a parlament elé, mert ritka az a lehetőség, amikor a ellenzéki frakció, a Jobbik frakciója egy kormányzati kezdeményezést őszintén elfogadhat, támogathat, itt most ilyennel állunk szemben. Védeni kell a magyar nyelvet, nem csak az alaptörvény megfogalmazása szerint, hanem a hétköznapi gyakorlatban is, erre itt példák hangzottak el. Nekem a legintőbb jel az a jól ismert Herder hasonlat, ami 220 évvel ezelőtt ugye úgy hangzott el, hogy a mások közé ékelt kisszámú magyaroknak századok múltán talán már nyelvét sem lehet majd felfedezni. Szerencsére Herder tévedett, gondoskodtak róla azok a nagy elődeink, akiknek a sorából több név itt már elhangzott, Besenyei Györgytől Kazincin át, és Gyuláig és Kosztolányi Dezsőig, és még sorolhatnánk mindazoknak a nevét, akiknek köszönhető az, hogy a magyar nyelv él, gazdagszik, nyitott, befogad, és 15 millió ember beszéli még ma is a világ különböző pontjain. Bár veszélyeknek van kitéve, és erről beszélni kell, különösen a média, az elektronikus hírközlőszervek, az SMS beszéd, az internet, az, ami fenyegető napi veszélyeket jelent a magyar nyelvre, aminek az értékeit itt többen ecsetelték, és ezekkel minden egyetértek. Én azt gondolom, hogy azon túl, hogy az országgyűlés majd fölkéri a kormányt arra egy határozatban, hogy a kormány vonjon be különböző szervezeteket, a tudományos életből, az egyházakat, civil szervezeteket és másokat vonjon be egy munkába, ami föltérképezi és elemzi, értékeli a magyar nyelv helyzetét és megfogalmazza a szükséges tennivalókat. Azt gondolom, ezen kívül az országgyűlés mást is tehet még. Hiszen az országgyűlés, mint az ország legfontosabb politikai fóruma, maga is formálja a köznyelvet, a hivatalos nyelvet is. Formáljuk az élő beszéddel, formáljuk a törvényjavaslatainkkal, formáljuk az elfogadott törvényjavaslatokkal, határozatokkal, és nagyon fontos, hogy ebben helyesen használjuk-e, szabatosan fogalmazunk-e, jól használjuk-e a vonatkozó névmást. Én nekem a másfél éves tapasztalatom, vagy bő egy éves tapasztalatom itt az, hogy a vonatkozó névmás használata az egyik leggyakoribb köznyelvi hiba, és ebben a házban sem ritka ennek az elkövetése. Amikor azt mondjuk, hogy a frakció aki, vagy azt mondjuk, hogy a csoport aki, és nem amely, összekeverjük az egyes számot a többes számmal, tisztelet a kivételnek természetesen. Behozunk divatos fogalmakat, mint a prioritás, sőt, elsődleges prioritás. Eszembe jut a megboldogult Marosán Györgynek a legendás hírű elszólása, a pro primo először, a pro primo másodszor. Ez az elsődleges prioritás engem erre emlékeztet, és ezért azt gondolom, hogy ezeknek a kifejezéseknek a túl gyakori használata, egyáltalán a használata nem túlságosan szerencsés egy törvényalkotói munkában. Legalább ilyen fontosnak tartom azt is, hogy a törvényeink, amiket együtt megalkotunk, azokban egyértelmű és világos magyar kifejezések szerepeljenek. Ehhez pedig az szükséges, hogy a használt fogalmakat világosan definiáljuk, világosan meghatározzuk. Számos olyan törvényünk van, amely olyan kifejezéseket használ, amelyek nem egyértelműek. Ez persze jó lehetőség a jogászoknak arra, hogy a szakmájukat gyakorolhassák különböző formában, a közigazgatásban vagy a polgári peres eljárásokban. Tehát a szabatos, egyértelmű fogalmak használata a törvényekben
a jogszabályokban. A bonyolult nyelvezetnek a kerülése, borzasztó hosszú cicerói körmondataink vannak, mire az ember a mondat elejéről a végére ér egy jogszabályban, egy levegővétellel nehéz végigolvasni és megérteni. Nem lenne szabad ilyen bonyolult szabályokat alkotni. Aztán még egy érdekes dolog, ami biztos nem egyszerűen megoldható, inkább csak azért mondom el, hogy talán más is tovább gondolja. A jogalkotás nyelvezetében én úgy tanultam még annó dacumál, hogy a törvényekben a kijelentő mód használata az felszólító móddal ér fel. Ha azt mondja a törvény, hogy a szabály végrehajtását a kormány ellenőrzi, ez egy kijelentő mód, ez azt jelenti, hogy a kormánynak ellenőriznie kell annak a törvénynek a végrehajtását. Ugyanakkor számos esetben azt írjuk, hogy köteles megtenni, köteles megcsinálni, köteles előterjeszteni. Tehát minek ez a kettősség? Miért nem lehet a kijelentő módot egyszer mindenkorra egy törvényben olyannak tekinteni, ami egyfajta parancsot közvetít a végrehajtónak? Tisztelt Országgyűlés, végezetül egy konkrét javaslatom is van a határozattal kapcsolatban, egyetértve azzal, hogy az Országgyűlés kérje föl a kormányt arra, hogy minél szélesebb kör civil szervezeteket, tudományos közéletet, egyházakat vonja be a helyzet értékelésébe, a tennivalók megfogalmazásába. Én azt javasolom, hogy a média tanács elnökét is kérje föl ugyanerre, hiszen a legnagyobb veszélyek egyike a médiából fenyegeti a magyar nyelvet. Az a rengeteg trágárság, ami elhangzik egyes kereskedelmi televíziók csatornáján, és most szándékosan nem mondok csatorna vagy csatorna neveket, bár tényleg a csatorna kifejezés a szónak a pejoratív értelmében illik ezekre a csatornákra, hogy vajon rendben van-e ez így, különös tekintettel a kiskorúakra. Tehát ezzel a közös munkával én jó esélyt látok arra, hogy a parlament megteszi azt, amit megtehet, mind a köznyelv, mind pedig a hivatalos nyelv formálásában, és összességében pedig a magyar nyelv védelmében, és ehhez kívánok mindannyiunknak sok sikert. A Jobbik frakció támogatni fogja a határozati javaslatot. Köszönöm, elnök úr! Újabb jobbikos hozzászólás következik, Zakó László képviselő úr. Köszönöm, elnök úr! Tisztelt képviselőtársaim! A magyar nyelv érték nemzetünk összetartozását is kifejezésre juttatja. Sajnos egyre jobban veszítjük el ezt az értéket. Novák előtt képviselőtársam talán ilyen freudi elszólásból következetesen emléknapnak hívta ezt a napot. Sajnos fennáll a veszélye, hogy néhány év és emléknapként fogjuk akkor már nem ünnepelni, csak megemlékezni a magyar nyelvről, ami sajnos odafigyelést igényel. 2001-ben valóban a 96. törvény, amit akkor az Orbán kormány 2001. augusztus 10-én nyújtott be és december 19-én fogadott el, akkor még volt idő törvényjavaslatok kitárgyalására, rendelkezett arról, hogy a magyar nyelvet oly módon is védeni kell, hogy a reklámtáblák, reklámfeliratok esetén elsőbséget élvez a magyar nyelvben való feltüntetés, és ezt követheti csak, akár kisebb méretben és oldalt elhelyezve az egyéb idegen nyelvű felirat. Ez a kommandó, ami akkor felállt Septiben, néhány hétig aktívan dolgozott, majd Csipke Rózsika álmát kezdte el aludni, ami mind a mai napig tart. Gyakorlatilag teljesen hatálytalan ez a törvény, már a jog nyelvén szólva lehet, hogy érvényben van, de senki nem szerez ennek érvényt a illetékesek közül. Szeretném mondani, hogy a Fogyasztóvédelmi Hatóság, amely nevesítettem felelős a törvény betartásáért, nem végzi a munkáját. Márpedig a magyar ember utcán járva kelve elsősorban az ilyen feliratokból, táblákból szerzi mindennapos információját, márpedig ezek az információk nem segítik a magyar nyelv hírének öregbítését. Az előbb
Mire Lajos képviselőtársunk egy kicsit pejoratíven szólt arról, hogy kicsit a történelemben nyúlunk vissza a szövegezésben. De én úgy gondolom, hogy ön szülei tiszteletet érdemelnek, és ön köszönettel tartozik neki, hogy a Lajos nevet kapta. Gondolj el, hogy amilyen divat irányzat most van, nem Alekosznak, meg Romáriónak hívják, pedig 20-30 év múlva elképzelhető, hogy majd nagyítóval kell keresni a Károlyokat, Lajosokat, Ferenceket, Sándorokat, Lászlókat, Ernőket. A magyar nyelv ellenében hat az is, hogy mostanában az SMS nyelvezettel 160 karakterbe kívánják bepréselni mindenkinek a mondani valóját, sőt, most tessenek figyelni, aki ékezetet használ a magánhangzókon, az néhány sor után már második SMS-ét küldi, feláras az az üzenet, amelyet tisztán magyarul szeretnénk továbbítani másoknak. Rettegek attól az időtől, amikor majd az ellipszilont szeretnék egybeolvasztani, és meg is fognak győzni minket, hogy gyorsabb idejét múlt, tehát gyorsabb lenne, ha csak egyféle jét, a pontosét használnánk. Szerintem a magyar nyelv vége igazából akkor kezdődik, hogyha ezzel az ötlettel majd valaki elő fog állni. Vannak persze ilyen tárgyi tévedések, amelyek inkább a humor kategóriánkor a kommunista párt titkár fölállt és harsogta a mikrofonba, hogy elvtársak, most még csak a földön, a egyharmad földön van kommunizmus, de nem sokára eljön az idő, amikor az egynegyede, egy ötöde lesz kommunistákkal teli. Tehát az ilyen tárgyi tévedések is nagyon gyakoriak a magyar nyelvben, ami a mai időszakot is jellemzi. És engedjék meg, hogy hát én is akkor egy kis gyűjteménnyel álljak elő, ami fontosnak tartok elmondani, miután nekem meg a nagyapám volt Grécsi Lajossal és Grécsi Lászlóval és Lőrince Lajossal heti levélváltásban annak idején. Grécsi Lászlóval kapcsolatban szeretném elmondani, hogy sajnos, és ezt úgy mondom, hogy nagyon-nagyon kár, hogy közelmúltban egy olyan rádióinterjút adott, amelyben nagyon engedékenynek mutatkozott a betörő anglicizmusokkal, germanizmusokkal szemben. Én ezt őtőle nem tudom elfogadni. Hát kezdjük azzal, hogy mik azok a leggyakoribb hibák, amelyek itt az ülésteremben is elhangoznak, sokszor az előterjesztésben, és észre se vesszük, hogy teljesen helytelen. Az, hogy ezt már pár hete elmondtam, vannak olyan kifejezések, amelyeket nem lehet fokozni, mert egy szélsértéket jelentenek. Nem mondjuk azt, hogy legoptimálisabb, legminimálisabb, legmaximálisabb. Ilyen nincsen. Az alternatívákról szoktak állandóan nekünk papolni, alternatívák sem léteznek. Az alternatíva önmagában hordozza azt a jelentést, hogy valaminek van egy ellentetje, egy párja, egy másik variációja. Lehetne mondani, hogy változat, megoldás, lehetőség, elképzelés, de alternatívákról nem lehet szót ejteni. Az, hogy keverjük a ba-be, ban-bent, az sajnos nagyon gyakori. Bemutatásra kerül, előterjesztésre kerül, benyújtásra kerül, minden kerül. Hát benyújtják, azt vállalja mindenki kvázi a felelősséget azzal, hogy nem ilyen szenvedő szerkezetben mondja, hanem kifejezi a mondandójában is azt, hogy kicsoda, ő önmaga, vagy a kormány, vagy más, vagy mi, vagy ti, vagy ők. Az, hogy rendelkezik, mindenki rendelkezik, vagy minden rendelkezik valamivel. De még sokszor a hiánnyal is rendelkezünk, ami ugye nem létezik, tehát értelmetlen a kifejezés. Borzasztó jó. Hát számomra a borzasztó kifejezés az egy ilyen taszító valami, hát hogyha azt a jóval nem tudnám összekapcsolni. Nyikos László képviselőtársam már mondta az aki, ami, nagyon durva hiba. De az is, hogy másabb, pozitívabb. A más, a pozitív, az egy valamihez képest egy eltérő irányt mutat, de nem mennyiséget. Fokozni nem lehet. Természetesen volt a lájkolás, a printelés, a szkennelés, a shoppingolás, ezek mind-mind beépülnek a mai magyar nyelvbe, sajnos. Celebjeink a felelősek ezért elsősorban, akik mindenféle nyelvi előképzettség nélkül kapnak mikrofont, egy egész életpályát tudnak fölépíteni maguknak attól, hogy egyszer a mesztelen feneküket megmutatták egy való világ showban, és innentől kezdve népszerűvé váltak, miután nagyon sokan 500 forintos SMS-ekben ők erre felhatalmazást adtak nekik. A köszönés módja is. Hát
hátamon feláll a szőr, nekem senki ne kívánjon további szép napot. Ez egy átvett kifejezésmód. A magyarban a jó napot kívánok, és nem jó napot, és a viszontlátásra. Ezek egy normál elköszönési vagy köszönési módok. Ez a csüszi, báj, csáó, ezek sajnos szintén nem tetszenek. Ami még szomorúbb ennél, hogy vannak olyan területek, ahol viszont úgy harapódzott el az idegen kifejezés, hogy gyakorlatilag egy magyar ember oda már be sem mer térni, vagy fél rendelni is, vagy utazni is, mert egy reptéren, ahol persze azt mondom, hogy nagyon nagy az idegen forgalom, de azért elsősorban egy budapesti Ferihegyen, ami most már Liszt Ferenc repülőtéren, amikor azt mondják, hogy a Skycard-be menjen be, akkor nem tudja, hogy igazán most neki utaznia kell, vagy repülőre kell szállni, vagy hova kell betérnie. Egy étlapot, ha valaki átnéz, nem mer rendelni. Hát hogy akarjuk a gazdaságot föllendíteni az idegenforgalom vendéglátáson keresztül, hogyha egy magyar ember képtelen eligazodni egy étlapon. A lényeg az, hogy van javítani valónk. A Halloween, Valentin napok, az Open Day-ek, mind olyan kifejezések, amelyeknek meg lenne a magyar változata, ha egyáltalán szükség van átültetni, meg szükség lenne ezekről a napokról megemlékezni. Kérem az előterjesztőt, hogy először is lapozza fel a 10 évvel ezelőtti életbe lépett törvényt, szerezzen érvényt a törvényben foglaltaknak, majd valóban terjessze be módosításokkal, amelyet itt képviselőtársaimmal beadtunk a határozati javaslatot, amely határozati javaslat félő, hogy megint csak egy ilyen kötelező, kipipálandó lépése a kormánynak, mert ahogy az anyák napjáról, halottak napjáról is, amikor emlékezünk, vagy ünnepeljük az anyákat, akkor mindenkibe fölmerül a kérdés, hogy nem azért van-e szükség ezekre a napokra, mert tudjuk jól, érezzük nagyon jól, hogy elhanyagolt az a terület. A magyar nyelv az egy olyan terület, amelyet minden nap, minden magyar ember használ, alkalmaz. Erről egy nap alatt emlékezni és majd konferenciákat tartani, az egy kicsit valóban már egy ilyen gyászbeszéd a nyelv fölött. Én úgy gondolom, hogy ma Magyarországon, ha valaki megtanul egy külföldi, egy magyar szót, akkor sajnos elmondhatjuk, hogy kb. 10-szer annyian felejtenek el egy-egy szót, annak következtében, hogy nem tudják a szép magyar nyelvet gyakorolni, már nem népszerűek abban a társaságban, ahova chic, ahova trendy járni. Innentől kezdve úgy gondolom, hogy a felelősség elsősorban a kormányzati, a közszolgálati médiumoké, és nem médiáké, mert azt ki is hagytam, hát azt rendszeresen többes számba teszik az amúgy is többes számba lévő kifejezést. Úgyhogy javaslom mindenkinek, hogy minden nap tartsa a magyar nyelv napjának az adott napot, és próbálja meg hibátlanul örökíteni a magyar nyelvet. Én sem képzelem magamról, hogy nem hibázok, nem rontok. Visszaolvasva a mostani felszólalásomat, biztos találok 25 hibát, de próbálok ebből tanulni. És ezt a tanulni képességet kívánom itt a képviselőtársaimnak. Köszönöm szépen. 2 perces hozzászólás, Iván László képviselő úr. Iván László képviselő professzor úr. 2 percben. Tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársak! Úgyis, mint orvosolója a téves kifejezéseknek és a hamis nyelv használattal kapcsolatos problémáknak, de úgyis, mint mindennapi nemzetünk tagjaként látom és tapasztalom, hogy elsilányult, silánnyá vált a mai nyelvünk. A nyelvünkben ott vannak azok az értékek, amelyeket persze újra és újra nem csak mívelni kell, hanem felül kell vizsgálnunk. Tehát arra hivatott, megvan a Magyar Tudományos Akadémia, megvannak a tudósaink, a szakembereink, de mi magunknak kell kisugároznunk azt a sajátos
nemzeti identitásunkat, azonosság tudatunkat is kifejező hatást beszédünk során, közvetlen kapcsolatainkban, épp úgy, mint hivatalos megnyilvánulásaink során, amiben azt a magyar nyelvet, amelyet óvunk, azt fejlesszük is. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy a meglévő nyelv értékünket óvjuk és védjük, rettenetes hatások vannak. Rendkívül erős a behatolás, agresszió, a nagy világnyelvek agresszióját éljük meg. Magam részéről azt hiszem nagyon fontos, hogy az óvodai, a családi, az óvodai és az iskolai és a felső oktatásban is a nyelv használata a szakmai befolyásoktól mindinkább mentessé váljon. Tudjuk nagyon jól, orvoslásban, egyéb szakmákban is iszonyatos erővel változtatja meg. Nem beszélve a köznyelvnek, a médiumok részéről, a hírközlés részéről érkező agresszióiról. Nagyon nagy értéket kell megvédenünk, és nagyon nagy értéket kell újra és újra felülvizsgálva megmagyarázni, értelmezni, és ha kell, újra fogalmazni. Köszönöm szépen. Ugyancsak 2 perces hozzászólás, Ódor Ferenc képviselő úr, Fidesz. Köszönöm a szót, elnök úr. Kapcsolódva képviselő társaimhoz, és egyetértve az országgyűlési határozat szellemiségével, szeretném önöket tájékoztatni, és jó hírt mondani, hogy ennek ugye a mindennapi megszólalásainkban, parlamentben és a mindennapi életben is, hogy ezt a nyelvet használjuk. Ennek a nyelvnek a nagyszerű tudósai alkalmat kerítettek arra, hogy Kazinczy Ferencre emlékezzenek, és az elmúlt 1800-as évek végén létrehoztak az emlékének, ugye, mint a nagy nyelvújítás, nyelvújítónak egy épületet, mauzóleumot, és nem ezzel a szándékkal, de mégis tisztelegve Kazinczy Ferenc és a nyelv előtt az elmúlt években a Magyar Köztársaság köztársasági elnöke avatta, és most 2 héttel ezelőtt pedig Schmidt Pál köztársaság elnök úr egy újabb rendezvényen résztvéve próbálta erősíteni, és ugyanezt a szellemiséget, amit képviselőtársaim mondataiból érezhettek, akár a Márbány részén a patkónak ülve, ugyanígy ez az aggodalom szólal meg, hogy jól használjuk, helyesen használjuk a nyelvünket, és használjuk a nyelvünket, és a mi nyelvünket is használjuk. Tehát minél több idegen nyelvet tudva, az természetesen előnyt jelenthet, de nem megfeledkezve arról az édesanyanyelvről. Erről szerettem volna önöket tájékoztatni, hogy működik Széphalomban, Sátoraljóújhely Széphalomban a Magyar Nyelv Múzeumának elnevezett intézmény, amely egyrészt a közelmúlt legnagyobb nyelvművelőinek ad lehetőséget, hogy egy kis megemlékezés történjék, illetve a nyelv szerkezetére a használat, hogy alakult ki a mai beszélt nyelv, ezzel kapcsolatosan van anyag, úgyhogy mindenkit örömmel invitálok oda, nézze meg és épülésére használja. Köszönöm szépen, elnök úr. Ugyancsak 2 perces, Ferenci Gábor képviselő úr, Jobbik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Örömteli, hogy benyújtásra került ez a határozati javaslat, hogy lesz egy nap a naptári évben, hogy ezzel külön foglalkozik majd reményeink szerint a teljes magyar társadalom. Viszont én annak körülnék, ha nem csak egy naptári év lenne a jövőben a magyar nyelv napja, hanem egy olyan országban élnénk, ahol minden egyes nap a magyar nyelv napja lehetne. Ehhez azonban nem csak a nyelv jelenével, a nyelv használattal kellene foglalkoznunk, nem csak a nyelvművelést kellene támogatnunk, melyek természetesen nagyon fontos területek, hanem végre itt lenne az ideje annak is, hogy a nyelv történetével is foglalkozzon a Magyar Tudományos Akadémia, illetve a teljes magyar társadalom is hozzáférjen azokhoz az információkhoz, melyek úgy érzem, hogy jelenleg még el vannak titkolva a társadalom szélesebb rétegei előtt. Mégpedig arra gondolok, hogy egy bizonyítottan több mint 6000 éves írásbeliséggel rendelkezünk. A rovásírás jelenleg még, vagy pontosítok, rovás jelenleg még nem tananyag az iskolákban. Úgyhogy ezeket a hiányosságokat mindenképpen pótolni kellene. Egyébként magával a határozati javaslattal egyetértünk. Köszönöm szépen. Korondi Miklós képviselő úr, Jobbik.
rendes hozzászólásként. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. A H3413 asszám országgyűlési határozati javaslat általános vitájához kapcsolódóan, amely a magyar nyelv napjáról szól, a következő gondolatokat szeretném önökkel megosztani. Ferenci Gábor, mellettem ülő képviselőtársam ez év május 2-án és 3-án napirend utáni felszólásában már megfogalmazta, hogy mi gyalázatos hazugság és propaganda volt nyelvünket a finnugor nyelvcsaládtól eredetétől származtatni. Ehhez csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a finn őstörténészek egyre határozottabban utasítják el a keletről bevándorlás dogmatikus hipotézisét, és síkra szállnak amellett, hogy az őseik 8-9 ezer éve ugyanott laknak, azaz Skandináviában, mégpedig a lappokkal együtt. Idegen államok, más országok nyelvészei, kutatói, írói, történészei, régészei sokkal többet foglalkoztak nyelvünk eredetével, őstörténetünkkel, mint mi magunk. A magyar kutatók egy része hazánkon kívül tudott nyugodtan megcáfolhatatlan bizonyítékokat keresni ősiségünkkel és nyelvünk eredetével kapcsolatban. Még jó, hogy léteznek ilyen elszánt, magyarokat tisztelő és szerető emberek. Mi a magyar népet alkotjuk a történeti időkből, az úrnépek egyenes leszármazottai vagyunk, árja mi voltunkat népnevünkben hordozzuk, Hungári, Magári, Hungária, Magária. Árpád ismétel...